Jövőre, 2022-ben nyílnak meg a következő 7 évre szóló uniós pályázatok. A vállalkozások szempontjából ez különösen fontos időszak lesz, hiszen Magyarország mintegy 51,5 milliárd eurónyi, vagyis több mint 1800 milliárd forintnyi fejlesztési forráshoz jut majd. A pénz hatékony elosztásának kidolgozásán és a pályázati rendszer átalakításán már évek óta dolgozik a kormányzat. György László az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára azt mondja, a pályázati rendszerben kisebb változások lesznek csak, ezzel viszont a cégek sokkal könnyebben juthatnak majd pénzhez. Gyorsabb, egyszerűbb és áttekinthetőbb lett a pályázati rendszer. Ez azt jelenti, hogy az eddigi eszközpályázatoknál 8-9 hónap volt az átfutási idő átlagban, mostantól ez 2-3 hónapra rövidül. Emellett a vissza nem térítendő támogatások helyett bevezetik az úgynevezett feltételesen vissza nem térítendőket. Ez azt jelenti, hogyha egy cég például az elnyert forrásból digitalizációra vagy termékminőség javításra költ, akkor nem kell visszafizetni az elnyert forrást. Ha viszont ezeket a feltételeket nem tudja teljesíteni, akkor a pályázati pénz kamatmentes hitellé válik. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt mondja, a jövő egyik nagy feladata az lesz, hogy a vártnál gyorsabban növekvő gazdasághoz legyen elég szakember, ennek során pedig kulcs szerepűt a szakképzésnek, azon belül is a felnőtt képzésnek. A képzés területén talán elő tudjuk segíteni azt, hogy megfelelő létszámú munkaerő legyen. Ez nálunk is nagyon fontos a megyében, hiszen bár nálunk volt a 2020-as évben a legalacsonyabb munkanélküliségi ráta, tehát 2,8%, ilyen még nem volt. A foglalkoztatás viszont megnőtt, és nincsen megfelelő olyan létszám, amely a munkaerő igényt ki tudja elégíteni. A következő 7 éves uniós ciklus pályázatai várhatóan jövő tavasszal jelennek meg.